És beharangot azt firtatjuk, hogy mire jó egy könyvvizsgáló. Gulyás Gábor, az International Consulting Team Audit Kft. Ügyvezető partnere van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt, egy kis ismeretterjesztést akkor az elejére. Mit csinál egy könyvvizsgáló, és kinek kell könyvvizsgálót alkalmaznia, vagy egyáltalán kötelező a könyvvizsgálót alkalmazni? Kezdjük az, hogy ki is a könyvvizsgáló. Ugye a könyvvizsgáló az a személy, aki jogszabály kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez. És akkor mi a könyvvizsgálónak a célja? Nagyon fontos, ugye a társaságok által összeállított beszámolót vizsgálja, és ennek megfelelően mond véleményt arról, hogy a társaság által összeállított beszámoló megbízható és valós képet mutat-e a társaság vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzetéről. Hát ez egy kicsit megtépázódott korábban, most nem akarom ide behozni, remélem visszanyerték az ázsiaiukat a könyvvizsgálók azóta, mert volt itt egy pár ilyen pénzügyi világbotrány, ami onnan indult, hogy hát nem egészen úgy végezték a munkájukat, ahogy kellett volna. Igen, volt egy pár botrány az utóbbi időben, de azt mondom, hogy nagyon is prosperáló úton megyünk, és végzük a munkánkat. Azóta megtisztult akkor a szakma, ez azt jelenti. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon is igen. Uh-huh. Igen. Na és akkor kinek kötelező ilyen könyvvizsgálót alkalmaznia? Nagyon jó kérdés, mert nagyon sok vállalkozó nem is tudja azt, hogy neki kötelező a könyvvizsgáló. A törvény és a számíteli törvény is elég formabútin fogalmaz, de röviden és tömören annak kell könyvvizsgáló, aki egy kettős könyvitelt vezet, és az üzleti évet megelőző két évben az átlagos árbevétele több mint 300 millió forint volt, vagy pedig az átlagos létszáma 50 főt meghaladja. Ezek a számok tükrében, de vannak olyan társaságok, akiknek független a számok méretétől kötelező, ilyen például egy takarékszövetkezet, vagy ahol jogszabály írja elő, azok a vállalkozások, akiket konszolidációba bevonnak, ezt nagyon sokan nem tudják, illetőleg külföldi székhelyi vállalkozások, magyarországi jogtelepe, vagy pedig minden olyan vállalkozás, akik közérdeklődések számot tart. Hát ez elég guminak tűnik. Gyakorlatilag én jól értem, hogy a könyvelők, a céges könyvelők a munkáját ellenőrzik, és validálják a könyvvizsgálók? Hát igen, kvázi mondhatjuk azt, hogy a könyvelők lekönyvelik a tranzakciókat, a menedzsment felelős a beszámoló összeállításáért, és ezt a beszámolót a könyvvizsgálónak kell véleményezni a bizonyos audit eljárások következtében. És ha nem jó a vélemény, azt jelzi, és nem írja alá a beszámolót, és akkor azt nem lehet beadni? Vagy milyen következményei vannak a munkájuknak? Ugye a legjobb az, hogyha mindenki transzparensen jár el, és tiszt jelentésre a könyvvizsgáló. Lehet ellenvélemény, lehet, hogy a könyvvizsgáló azt mondja, hogy ő nem ért vele egyet a tranzakcióval lényegességtől függően, és ilyenkor korlátozott jelentést ad ki az adott tranzakcióra, adott területre. Lehet az is, hogy nem ad véleményt, ilyen is előfordulhat. Azt gondolom, hogy ezek a véleményi állítási szóutasítása, ez nagyon kis számban történik meg hányosoknak a magyarországi gazdasági utásáknál. Azért tercseztük önt, mert hogy egy nagyon érdekes felmérést tettek közzé a könyvvizsgálóknak a megítélését jól jelzi az, hogy KKV-ket kérdeztek arról, hogy hogyan és miképp dolgoznak együtt a könyvvizsgálókkal. Mire jutottak? Például érdekes lehet, hogy hogyan választ valaki könyvvizsgálót, mert ha én nekem most hirtelen könyvvizsgálót kéne választanom, mert úgy megugrana a cég, akkor így állnék ölbetett kézzel, és beütném, hogy könyvvizsgáló a Google keresésbe, és ott próbálnék valakit találni. Igen, én azt gondolom, hogy ez az egyik megoldás, hogy Google barátom is rákeresünk a könyvvizsgáló szóra. A tapasztalat az, hogy egyébként a társaságok egyébként más társaságokkal is beszélgetnek, és rákérdeznek, hogy neked ki a könyvvizsgáló, mi a véleményed róla. Tehát a leggyakoribb válasz az, hogy ajánlás útján történik a könyvvizsgáló váltás. Ezt követően nyilván kamarának is, könyvvizsgáló kamarának is vannak fent listája, kik akik könyvvizsgáló társaságok, könyvvizsgáló személyek, és onnét is lehet választani, de összességében a felmérés alapján azt látjuk, hogy az ajánlás az, ami nagyon jól tud működni. Tehát a zuhanyhíradó. És egyébként ezeket a könyvvizsgálókat lecserélik időnként ezek a vállalkozások, vagy akit megszoktak, azzal dolgoznak az örökké valóságig?
Tegyes a kép, KKV szektorban végeztük a felmérést, itt azért hosszabb távon választanak a könyvvizsgálók, a társaságok könyvvizsgálót. Nagyobb vállalkozásoknál, illetve bizonyos esetekben jogszabály írja elő, hogy, 7 évente kötelező rotálni a könyvvizsgálót. Uh-huh. Bankoknál kell. Ja, 7 évenként kötelező. Uh-huh. És egyébként időközben volt olyan, hogy felmondanak, mert hogy nem elégedettek valamiért, összevész a két fél? Igen, ez előfordulhat. Mind a két oldal felmutatja a könyvvizsgálói mandátumát, ilyenkor jogszabályilag ezt jelenteni kell a közfelügyeletnél. Nem tipikus, de előfordulhat. Igazából a üzleti évet követően, amikor megtörténik a könyvvizsgálat, utána lehet arról tárgyalni, hogy akkor szeretne a két fel egymással dolgozni. A könyvvizsgálat ugye először megválasztja a tulajdonos több évre, uh-huh. és addig van egy mandátuma neki, addig illő, hogy elvégezze a feladatát. És általában azért a tipikus, hogy a mandátumot az... Érdekesek ezek az adatok, hogy a cégvezetők közel 30%-a sose találkozik személyesen az auditorral, meg az, hogy körülbelül 20% érzi teljesen feleslegesnek a kötelező könyvvizsgálatot. Gondolom azért, mert ezt egy újabb bürokratikus tehernek gondolja. Igen, sajnos van egy olyan KKV szektor, ami a 300 millió forint fölötti 10 milliárdig tartozó részt vizsgáltuk a vállalkozásoknál, és azt, hogy személyesen találkoznak, ez azért most vegyes kép itt a pandémiás helyzetben, egyrészt, hogy átálltunk kicsit ilyen hibrid megoldásba, de sokszor nem is a cégvezetőkkel, hanem a külső könyvelőkkel állunk kapcsolatban, elmaradnak a záró megbeszélések, és ilyenkor azt látjuk, hogy amikor találkozunk, hogy az nagyon hasznos, és amikor könyvvizsgálatváltás van, és átveszünk egy könyvvizsgálatot, akkor például sokszor ez az indok, hogy nem nagyon találkoztak az aláíró könyvvizsgálóval. Ez egyébként lehet annak is oka, hogy maga a munkaszervezés miatt asszisztensek, audit menedzserek végzik a munkát, és az audit partner az minimális személyes kontaktus volna. Az is érdekes, hogy egyébként nem nagyon szoktak véleményt kérni. Végezzel a munkáját a könyvvizsgáló, és kész. Nézik, hogy feltárta esetleg elrejtett hibákat, a nagy részben nem tárnak fel a könyvvizsgáló, legalábbis ezt olvasom a felmérésből, nem nyújtanak adótanácsadást, nem küldenek vezetői levelet, stb. És azt nézem, hogy az ötös skálán hát olyan 3-as, 4-esre értékelik a döntő többség a könyvvizsgálók munkáját. Igen, sajnos ugye egyrészt, hogy nem vonódnak be a cégvezetők olyan szinten a könyvvizsgálatba, amilyen szinten kellene. Nem látják, hogy miket találunk, egyébként nagyon sok hibát, észrevételt teszünk. Adótanácsadást nem tehetünk, hiszen a függetlenségünket sérti, és egyébként pedig a tanácsainkat pedig igazából, mivel hogy nem is tudják, nem találkoznak, hogy nem érdekli őket a könyvvizsgálat, meg kötelező rossznak vélik, amit a törvény előír, ezért nem látják a hozzáadott értéket, pedig egy óriási nagy plusz tud a könyvvizsgáló adni a vállalkozásoknak a függetlenségét, természetesen fenntartva, akár stratégiai döntésekben is tudnak konzultálni. És a vezetői levél pedig pont azt hivatott szolgáltatni, ami szintén egy észrevétel, hogy azokat a tipikus transzparenciai, vagy pedig belső folyamatokban lehető kockázatokat, amik nem befolyásolják a beszámoló képét, de fontosak a vállalkozás számára, azokat ilyen vezetőlevélben foglaljuk össze, és prezentáljuk a tulajdonos, a menedzsment felé, és általában ezt vagy megfogadják, vagy nem, többnyire azért megfogadják, és megköszönik, és ez az a hozzáadott érték, amin azt gondolom, hogy a társaságoknak igazából szükségük van. Igen, még egyet dobjunk rá a KKV-k hibájára is, ez a jó magyar szokás, ez a mindent az utolsó pillanatban adunk, ez azért erre a munkakapcsolatra is jellemző, mert ugye májusban van, ha jól emlékszem, a beszámolók leadási határideje, és mikor küldik a beszámoló auditálásához szükséges adatokat a KKV-k? Április 30-án. Így van, májusban, vagy áprilisban, igen. Vegyes a kép, de igen, de nem kapkodják el, azt lehet mondani. Azért a tapasztalat az, hogy nyilván mérettől függően, nem mondhatnám azt, hogy a teljes KKV szektora igaz. Ez ugye a prezentáció, a felmérésünk is 100 vállalkozásra mintett, tehát nem lehet kivetíteni a teljes KKV szektorra, ez fontos hangsúlyozni. De igen, az a tapasztalat az, hogy maguk a zárási folyamatok sem készülnek el február vagy március 31 előtt. Tehát, hogy maga a gazdasági vezető, a cégvezető sem látja a számokat. Hogy ez kinek a hibája, a könyvelőjé, a belső folyamatoké,
ez egy másik felmérésnek a tárgya lehetne, de azt látjuk igen, hogy ugye március, április már 4 hónap eltelik a következő évből, és nem látjuk az előző évet. Hát, és akkor itt tegyünk ki 3 pontot, és mindenki nézze magába. Kicsit az építőiparra hasonlít ez, hogy nem én rontottam el a köművest, nem én rontottam el a burkolót, nem én rontottam el, hanem a festő. Rossz volt a tulajdonos, amit mondott. Igen. Igen. Meg az építész rontotta. Igen. Gábor, nagyon szépen köszönjük, munkasikereket, jó munkát, kitartást kívánunk. És javuló megrendelői kapcsolatokat. Reméljük, így lesz. Köszönjük. Köszönjük, minden jót, viszont hallásra. Gulyás Gáborral beszélgettünk, az International Consulting Team Audit Kft. Ügyvezető partnerével. Most pedig egy kedves hallgatónknak a levelére, és tényleg mindenkinek küldjük, aki szereti, ezt szokták mondani. Ő az, aki kifogásolta, hogy kevésszer hangzik el a rádióban ez a zenekar. Egyébként is itt a reggeli kávé, második reggeli kávé ideje.